Azt gondolom, hogy az emberek nagyon sokszor egymásban kimondottan az izgalmat keresik, és a titokzatosságot, és kimondottan a nők nagyon sokszor inkább az ilyen típusú férfiak iránt érdeklődnek hevesebben első körben, aztán amikor már családtervezésről van szó, akkor maradnak meg inkább a jó fiú mellett. És hát Judit is ez a típus, aki egy szenvedélyes, harcias nő, és szeretné befalni a kék szakállút, és azt mondja, hogy ő neki, őt nem érdekli, őt ez izgatja, és esetlegesen fenntartja a változtatás jogát benne. Ami aztán kiderül, hogy egy nagyon kellemetlen zsákutca, hogy a való életben is. Össze lehet simulni, lehet közösen változni, egyé válni, de úgy lényegesen belépni valakinek az életébe, az otthonába, és azonnal kicserélni mindent, az nem egy jó irány. Szokás, reflex! Hát azért még bocsánatot kérni lehet, meg hogy többet ilyen nem lesz. Nem tudhatom. Miért? Bárhogy? Mondjuk ezt is. Ne, ezt nem! Nem tudhatod, hogy mi, micsoda. Tulajdonképpen szerettünk volna egy kicsikét másképpen hozzáállni ehhez a dologhoz, mint az eredeti opera. Az volt a nagyon izgalmas tapasztalatom az évek során, hogy amikor a kékszakállú operáról beszélgettem bárkivel kapcsolatban, akkor egyetlen egy véleménye volt, hogy van egy idegesítő nő, aki folyamatosan kulcsokról és ajtókról hadovál, és a kékszakállú a végén megöli, vagy nem, vagy most megölte, tényleg nem. És akkor itt így nyitva maradtak a beszélgetések, a többség abban maradt, hogy megölte, ugye az eredeti legenda a Zsíderéről is az, hogy ugye megölte a szeretőit. Mi pedig szerettük volna megmutatni azt, hogy a kékszakállú lehet, hogy félelmetes, és fölveszi magára ezt a pont azért, hogy ne legyen annyira sebezhető ezt a vas öltönyt, de van olyan nő típus, és van olyan nő, aki egy kicsikét megpróbálja ezt levenni róla, és inkább megkeresni azt, hogy mitől kedves, mi benne a finomság, ami nyilván a hiúságának árt, mert akkor sebezhetőbb lesz. Szerettük volna azt, hogyha a végén egy picikét afelé helyeződik ki a történetünk, hogy tulajdonképpen nálunk a Judit is egy kék szakállú, de olyan szinten tönkre megy mindkét ember ebben a darabban, hogy nem nagyon lehet megmondani, hogy ki győz, vagy nem tudtunk egy plusz poént adni az egésznek, mert nagyon sokat filozofáltunk róla, tehát nagyon hosszú hetek mentek el azzal, hogy hozzá se tudtunk kezdeni az anyaghoz, mert ha valaki hozzá mer nyúlni ehhez a kék szakálluhoz, akkor valami igazán jót kéne, hogy alkosson belőle. És nagyon sok filozófiai kérdés merült fel, ami miatt ott volt nekünk a nyers szöveg, de mégis úgy voltunk, hogy minden egyes mondat valamiért, valaki más gondolt róla, minden egyes mondatról. És emiatt nagyon sokat változtattunk és alakítottunk róla. Hát nekem Juditként is nincs két-három olyan mondat, ami ugyanabból az indítatásból jön, ugyanabból az érzelemből, és emiatt egy borzasztó hullámvasúton megyünk keresztül, úgyhogy tulajdonképpen nekünk poén ez az egész végződés, hogy mindkét ember tönkre megy bele, és nincs olyan, hogy kék szakállú. Mi a baj? Semmi, csak boldog vagyok. Ilyen, amikor te boldog vagy? Mi volt ez a múltkor? Judit! Tényleg nem mondod el? És mit akarsz? Csak azt, mint eddig. Téged és minden titkodat. Hogy mire gondoltál a múltkor? Miért voltál olyan szomorú? Hát, reméltem, hogy ezúttal nem tévedtem. Ezt hogy érted? Bízhatom benned, és az vagy, akinek gondolod. Hogy bízhatsz? Megint kezded? Mi ez a kérdés? Mi ez a számonkérés? Számonkérés? Hogy megkérdezem, mi bajod? Neked az, hogy nem elég az, hogy én általában boldog vagyok, hanem azt szeretnéd, hogy minden ragyogjon, pont úgy, mint te. Judit is, és kékszakálló is egy rendkívül szenvedélyes figura, aki belül nagyon érzékeny, és mind a ketten felül, annak ellenére, hogy szerelmesek, tehát sebezhetőek, és egy más állapotban vannak, annak ellenére ők azért általában dominanciával jönnek ki minden egyes élethelyzetből, vagy legalábbis azt mutatják magukról.
Úgyhogy óhatatlan, hogy nagyon szenvedélyes, romantikus és érzéki legyen a darab, és végig ezt megmutassuk, hogy mennyire szeretik egymást, és hogy tulajdonképpen az összes zűrös, nem megválaszolt kérdése sokszor elég nekik, mert természetesen csak egy átmeneti idő ideig, hogy egymásra találnak. Ezt olyan szinten igényli a darab, hogy nem okoz semmiféle problémát, hogy közben ezt megcsináljuk, mert tulajdonképpen ettől tudunk igazán úgy hevesen tűzben maradni végig, és csinálni, amit kell. Úgy soha nem mondhatom el senkinek. Köszönöm, hogy bízol benne. Szeretnék. Vigyázz rá, Judit. Anyu, vigyázz. És arra, ami köztünk.